Biztató adatok. Biztatóan alakul a járványügyi görbe megyénkben. Hálapénz. Januártól akár börtön is járhat egy hálapénzt elfogadó orvosnak. Üdvözlöm Önöket, a Régió Televízió Esztergom hír összefoglalóját látják. Egy hónapja nem volt ilyen alacsony a heti új fertőzöttek száma Komárom-Esztergom megyében, erről írt a kemma.hu. A vasárnapi járványadatok nem csak a napi, de a héten regisztrált új fertőzöttek számát tekintve is bíztatóak. A koronavírus.gov.hu december 13-a reggel közzétett adatai alapján 4153 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 280.400 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Vasárnap elhunyt 181, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6965 főre emelkedett. Komárom-Esztergom megyében a pénteki kiugrást jelentő 208 új regisztrált fertőzött után a szombati adat 173 fő már kedvező volt, vasárnapra pedig mindössze 145 új Covid fertőzöttet jelentettek, ami biztató hír. Januártól indul a hálapénz razzia. Az üggyel kapcsolatban az index.hu azt írja, akár börtönbüntetést is kaphat az, aki lebukik. Az orvosok januártól emelt bért kapnak, erről korábban döntött a kormány. Éppen ezért jövőre tilos lesz a hálapénz elfogadása. Az Index továbbá arról ír, a meghozott döntések értelmében így akár egy évig terjedő szabadságvesztése is számíthat az az egészségügyi dolgozó, aki kapja, és az a páciens is, aki adja a hálapénzt. Az állatvédők bíznak abban, hogy szilveszterkor mindenfajta tüzijátékot betiltanak majd, de készülnek a szilveszterre, és mentességet szeretnének erre az időszakra a kijárási korlátozás alól, egy hivatalos nyilvántartással egybekötve, hogy ebben az időszakban is tudjanak tevékenykedni és segíteni, ha kell, nyilatkozta a Riposztnak Tornocki Anita állatvédő. Híradónknak az esztergomi Bogáncs otthon vezetője elmondta, hogy támogatja ezt az ötletet, bár az ő tevékenységüket nem érinti a korlátozás, mivel hivatalos gyep mesteri feladatot ellátó dolgozók mennek a terepre. Pálmai Andrea hozzátette, hogy biztos lesz újévi dúroktatás valamilyen formában, így idén is fontos december 31-én különösen odafigyelni kedvenceinkre. Aki tudja a kutyájáról, hogy fél, zárja be erre az egy napra. Vigye be maga mellé a lakásba, vagy kerítsen egy olyan zárt helyet, ahonnan ő nem tud megszökni. Csak pórázon vigye sétálni. A rutinos, behívható kutyák is csak pórázon menjenek sétálni ezen a napon. Különösen, mert ugye nem lehet tudni, hogy mitől ijed meg. Akinek meg nem élt át még szilvesztert a kutyája, hát ő tegye ugyanezt, mert nem tudhatja, hogy reagál esetleg a ramazurira a kutya. Már beindult a fenyőfa vadászat, sokan keresik fel az esztergomi árusokat is. Gyepesiné Ildikó, a városban árusító őstermelő híradónknak elmondta, hogy a vásárlóktól egyre többször hallja azt, hogy azért választják őket, mert ezzel is szeretnék támogatni a hazai termékeket és az őstermelőket. Ildikó több évtizedes tapasztalattal a háta mögött idén is arra számít, hogy lesznek olyanok, akik az utolsó pillanatokban veszik meg a fájukat. A fenyők közül már ebben az évben is megvan a vevők nagy kedvence. Az előző évekhez megszokottam, az első időben a normand fenyőt, azt nagyon szeretik vásárolni, és a nagyobbakat. Azt gondoltam, hogy először a kicsik mennek, és képzeljék el, hogy a nagyobb, a 2 méter, 2,20-as, 1,80-as magasságot keresik. Azt gondolom, hogy a lucfenyőt azt inkább karácsony előtt, mert nincs hova tenniük, meg azt gondolják, hogy akkor lehullik, de nem hullik, mert friss vágás. Online karácsonyi koncerttel készül az esztergomi zeneiskola december 17-én 17 órától. A hangversenyt az intézmény közösségi oldalán lehet majd követni élőben. A járványügyi helyzet miatt választották ezt a formátumot, és az iskola igazgatója hangsúlyozta, nem szerették volna idén kihagyni ezt a hagyományt, mivel ezekben a nehéz időkben úgyis kevés jó dolog történik. Aki esetleg lemarad a koncertről, később visszanézheti azt a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola közösségi oldalán. Többségében a kollégák játszanak, egy olyan 9-10 növendék is fog szerepelni. Hát ismét vegyes műsorszámok fognak elhangzani, a barokkor szerzőitől karácsonyi feldolgozások, akkor névzenei ihletésű és névzenei művek, illetve a zeneirodalomnak a klasszikus és romantikus művei is.
Különleges adventi műsorral készülnek az opera művészei a gyermekvédelmi és szociális intézmények lakóinak és dolgozóinak. A járványhelyzet miatt ugyanis idén a kulturális és művészeti tevékenységet folytató intézmények is rendhagyó évet zárnak. Az opera által elkészített produkciót december 20-án 15 órakor országszerte egyszerre nézhetik meg online a szociális és gyermekvédelmi intézmények lakói és munkatársai. Az előadás ideje alatt a nézőtéren ezúttal nem lesz közönség, azonban a mintegy félórás műsor, amelynek felvétele eljut az érintettekhez, ünnepi hangulatot teremthet a gyermekotthonokban és idős otthonokban egyaránt, ezt közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának sajtó és kommunikációs főosztálya december 14-én az MTI-vel. Közösen gyújtotta meg Erős Gábor alpolgármester és a település evangélikus lelkésze a város adventi koszorúján a harmadik gyertyát is Esztergom főterén december 12-én. Ferenci Andrea lelkész hangsúlyozta, a gyertyalángja mindig ünnepi hangulatot ad a lelkünknek, a fény és a világosság mindannyiunk életében fontos szerepet játszik. Abban a pillanatban, ahogy meggyújtjuk a gyertyát, szinte közösségbe olvaszt bennünket a gyertya lángja az Istennel. Kifejezi azt, hogy vele vagyunk közösségbe. A gyertya Jézus Krisztusnak is a jelképe, kifejeződése, szimbóluma. Az a gyertya, ami ég, és egyszer csak megsemmisül, arról a Krisztusról tesz bizonyságot, hogy Krisztus is kiárasztja a fényt a világra, az emberre, de közben ő is megsemmisül. Friss hírekkel legközelebb szerdán jelentkezünk. Addig is kövessenek minket a honlapunkon, és keressenek minket a közösségi oldalunkon. Tartsanak továbbra is az RTVL műsorával. További szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!